Ez váratlan és örömteli meglepetés Vader. Mellőzze az udvariaskodást, kérem. Arra válaszolja, hogy megtalálták-e már Skywalker Mihályt. Őszintén szólva, Vader nagyúr, mi az iskolai ünnepséggel foglalkoztunk és... Skywalker Mihály elsőbséget élvez. De uram, hiszen ez... Holnapra találják meg. Lehetetlent kíván, uram, tudja, a galaxis az bazi nagy. Az ombudsman tudomására jut, hogy levágtam a kezét, mi szopjuk meg a harci faszt. Szóval találják meg nagyon gyorsan. De holnap témazáron is nekem... Tanulnom kellene. Na igen, de szerintem sejti, hogy az édesapám hogy viszonyul a szófogadatlan gyerekekhez. Az édesapja itt van. Itt, és már nagyon szeretne megbüntetni egy rossz gyereket a szó tágabb értelmében. Gondolom nem maga akar lenni az a kisfiú. A fasz se akarja, hogy megbasszál. Ne káromkodjon annyit, Tamás. Vigyázzon a szájára, még a végén valaki betömi. Mindig nem voltál nővel. Nem, de azért már alakul valami, mester. Alakul. Na. Mi a faszrom? Több a vegeta ebbe a pörkügybe, mint a hús. Te nyúltál bele, te kis szaros. Nem. Dehogy is én. Nincs az a semmi gond a saját ízlésedhez igazított, csak ki a kurva anyát kért meg rá, nem otthon vagy csicska gyerek. Sajnálom, mester. Te vagy a legrosszabb tanítványom. Nem, már tényleg alakul egy nő, mester? Alakul. Undorodom ettől a szótól. De hát tényleg alakul, mester. Nincs olyan, hogy alakul. Megdugod a nőt vagy sem, ez a lényeg, fiam. Édes Istenem, na jó van, lefekszem meghalni. Még egy jó pörköltet se tudok zabálni, mert egy csicska szarrá vegetázta, bazd meg. Pélom se az igazi. Dehogy is nem, mesterre, ne mondjon ilyet. Te húgyozol vele, vagy én, hülye gyerek? Elhagyta az erő. Fogd már meg ezt a szart. Na. Na, mesélj csak el, hogy mi van azzal a leánnyal, édes kisfiam. Hát, igazából rövid sztori, odajött hozzám és megszólított. Bocsi, te miért állsz itt? Mondta, majd megfordultam. Igazad van, leülök. Te is leülsz? Végül is mérne. Úgyis fáradt a lábam, mentem egész nap. Hova? Hova mentél? Ide-oda. Műkörmöshöz. Ilyenek. Műkörmöshöz? Igen. Kicsit lerágtam. Aztán kellett. Bár ezt is úgyis lerágom. És akkor észrevettem a mellé. Szerinted szép? Most tök jók lettek ezek a körmök, nem? Ezek a világon a legjobbak. Azt a kurva. Fú, te, annyira... Ne haragudjál már, te most a melleimet nézed, Mihály? Mihály? Annyira szép vagy, ahogy a hold megvilágítja az alapozód. Jössz baszni. Ja. Ekkora csicskát, mint te. De hát, mester! Úgy csináltam, ahogy mondtad. Ha úgy csináltad volna, ahogy mondtam, meg lett volna a csaj. Nem használtad az erőt. Az erőt? De hát, én kedves voltam meg minden. Kedves? Kedves, de cuki vagy. Ideje lenne megtanulnod, hogy az erőnek két oldala van, fiam. Taníts, mondd el nekem, mester. Ha kedvesség nem jön be, akkor mi a másik? Odamész, mondod, hogy a kurványád. Főmutatod a BMW kulcsait. Ez jó hangzik. De és hogyha nincsen BMW-m? Csak slussz kulcsod legyen, fiam. Hát de minek, ha nincsen BMW-m? Leitatod, kurvára mindegy lesz neki, mivel viszed haza. És ha mégis feltűnik neki, hogy nem BMW, hanem Suzuki Swift? Aj, de hülye vagy. Akkor használod a nyers erőt. Megfogod a leányzót. Csomagtartó, aztán jó napot kívánok. Ez bűncselekmény. Az is, hogy ilyen fejjel világra jöttél. Mégse büntetnek érte. Vigyázz, Mihálykám, csak egy valaki erősebb nálam. Az uralkodó Darth Vader apja birtokában van. A tudásnak, amivel áttéríthet a sötét oldalra. A sötét oldal, ahol a bu... A sötét oldal, ahol a... Majdnem kimondtam azt, hogy buzik, elnézést. Szóval, ahol ők vannak, fiam. Az uralkodó könnyen áttéríthet téged arra az oldalra.
Erősnek kell lenned, Mihály, mert félek, hogy már ki is nézett magának. Na, mentem meghalni, csá. Ja, és a pörköltre figyelj, hogy ne égjen.